17. fejezet. Jákob menekülése és számkivetése. Jákob elmenekült az atyai háztól, mert Ézsau haragja halállal fenyegette. De atya áldása kísérte. Izsák megújította neki a szövetségi ígéretet, és megparancsolta, hogy annak örököseként anyja mezopotámiai családjában keressen feleséget magának. Mégis nagyon zaklatottan csak egy bottal a kezében indult el a vad nomád törzsekkel lakott vidéken átvezető több száz mérföldes magányos útjára. Mardosó lelkiismerettel és félénken igyekezett elkerülni az embereket, nehogy dühös bátyja a nyomára lejjen. Félt, hogy örökre elvesztette azt az áldást, amelyet Isten neki szánt. Sátán leselkedett rá, hogy megkísértse. A második este atya sátraitól messze találta. Kitaszítottnak érezte magát, és tudta, hogy mindezt a bajt saját hibás lépésével okozta magának. Kétségbeesés nehezedett Jákob lelkére. Alig mert imádkozni. De végtelenül magányos volt. Még soha nem érezte ennyire szükségét Isten oltalmának. Sírva és mély alázattal vallotta meg bűnét, és könyörögve kért Istentől valamilyen bizonyítékot arra, hogy nem hagyta el egészen. De ez sem könnyített szívének terhén. Minden önbizalma elszállt, és attól félt, hogy atyáinak Istene elvetette. Pedig Isten nem hagyta el Jákobot. Irgalmát most is kiterjesztette tévedő, bizalmatlan szolgájára. Az Úr könyörülettel mutatta meg a megváltót, akire Jákobnak szüksége volt. Jákob vétkezett, de szíve megtelt hálával, amikor meglátta azt az utat, amelyen újra Isten kegyeibe juthat. A vándor a hosszú úttól kimerülten lefeküdt a földre. Egy kő volt a párnája. Álmában csillogó, fénylő létrát látott, amelynek lába a földön állt, a teteje az eget érte. A létrán angyalok jártak le és fel, felette pedig a dicsőség ura volt, és hangja hallatszott az égből. Én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene. 1 Mózes 28.13. A földet, amelyen Jákob mint száműzött és menekült feküdt, neki és ivadékainak ígérte Isten, és így bátorította. Te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. 1 Mózes 28.14. Isten ezt az ígéretet Ábrahámnak és Izsáknak adta, most pedig megújította Jákobnak. Majd különös tekintettel Jákob magányos és csüggett voltára ezek a vigasztaló és bátorító szavak hangzottak. Ímé, én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre. Mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked mondtam. 1 Mózes 28.15. Az Úr tudta, milyen bűnös hatások fogják Jákobot körülvenni, és a ráváró veszélyekről is tudott. Irgalmában feltárta a jövőt a bűnbánó menekült előtt, hogy megértse Isten rávonatkozó tervét, és hogy felkészüljön a kísértésekre, amelyek utolérik, amikor egyedül lesz a bálványimádók és cselszövők között. Mindig szem előtt kell tartania azt a magas normát, amelyet el kell érnie, és késztesse hűségre az a tudat, hogy Isten általa akarja megvalósítani szándékát. Ebben a látomásban feltárult Jákob előtt a megváltás terve, jól lehet nem teljesen, csak annyira, amennyire akkor szüksége volt. Az álmában megjelent titokzatos létra ugyanaz volt, mint amelyre Krisztus Nátánáellel folytatott beszélgetésében utalt. Azt mondta, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára.
János 1.52. Az Isten uralma elleni lázadás előtt Isten és az ember között közvetlen volt a kapcsolat. Ádám és Éva bűne azonban elválasztotta a földet a mennytől, és az ember többé nem társaloghatott alkotójával. A világ mégsem maradt reménytelenül magára. A létra Jézust ábrázolja, aki összekapcsolja a földet a mennnyel. Ha saját érdemeivel nem hidalta volna át a bűn által vájt szakadékot, a szolgáló angyalok nem tudtak volna érintkezni az elbukott emberrel. Krisztus kapcsolja össze a gyenge és tehetetlen embert a végtelen erő forrásával. Isten mindezt kinyilatkoztatta Jákobnak álmában. Jól lehet, Jákob a kinyilatkoztatás egy részét értelmével azonnal felfogta, nagy és titokzatos igazságait egy életen átkutatta, és egyre jobban megértette. Jákob az éjszaka mély csendjében ébredt fel álmából. A látomás fénylő alakjai eltűntek. Csak a magányos dombok elmosódó vonalaival és a fölé boruló csillagfényes éggel találkozott most a tekintete. De az az ünnepélyes érzése volt, hogy Isten van vele. Láthatatlan jelenléte betöltötte a pusztaságot. Bizonyára az Úr van e helyen, mondta, és én nem tudtam. Nem egyéb ez, hanem Istennek háza és az égnek kapuja. 1 Mózes 28.16-17. És felkele Jákob reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére. 1 Mózes 28.18. Ahogy szokás volt fontos eseményekről megemlékezni, Jákob is emléket állított Isten irgalmának, hogy valahányszor arra jár, megálljon azon a szent helyen és imádkozzon az Úrhoz. Bételnek, vagy Isten házának nevezte el azt a helyet. Mélységes hálával ismételte el azt az ígéretet, hogy Isten vele lesz. Aztán ünnepélyesen megfogadta. Ha az Isten velem leénd, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret, s öltözetül ruhát adánt nékem, és békességgel térek vissza az én atyámnak házához, akkor az Úr leénd az én Istenem. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lészen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom. 1 Mózes 28.20-22. Jákob nem akart így módon egyességet kötni Istennel. Az Úr már korábban jólétet ígért neki. Ez a fogadalom szívből fakadt, amely tele volt hálával Isten szeretetének és irgalmának bizonyosságáért. Jákob érezte, hogy Istennek igényei vannak vele szemben, amelyeket tudomásul kell vennie, és hogy Isten kegyének különleges megnyilvánulásai viszonzást követelnek. Minden kapott áldásra felelnünk kell a minden jó adomány szerzőjének. A keresztény tekintse át gyakran a múltját, idézze fel hálával Isten csodálatos szabadításait, hogy támogatta a próbában, utakat nyitott meg, amikor minden sötétnek és félelmetesnek tűnt, felüdítette, amikor majdnem elalélt. Lássa meg mindenben a mennyei angyalok gondoskodását. E megszámlálhatatlanul sok áldást tapasztalva, alázatos és hálás szívvel kérdezze meg, mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért. Zsoltárok 116.12. Időnket, képességeinket, javainkat szánjuk oda szent áldozatként neki, aki ezeket az áldásokat gondjainkra bízta. Valahányszor rendkívüli szabadítását tapasztaljuk, vagy új és váratlan segítséget nyújt, ismerjük fel Isten jóságát.
ne csak szavakkal mondjunk hálát, hanem Jákobhoz hasonlóan ügyére szánt ajándékokkal és adományokkal is. Mivel Istentől állandóan áldást kapunk, nekünk is állandóan adnunk kell. Valamit adándasz nékem, mondta Jákob, annak tizedét néked adom. Mi, akik az evangélium teljes világosságát és kiváltságait élvezzük, kevesebbet adjunk-e Istennek, mint azok, akik a korábbi, kevésbé kedvező korban éltek? Nem. Ahogy nagyobbak azok az áldások, amelyeket élvezünk, nem nőnek-e hasonlóan a kötelességeink is? De milyen kevéssé értékeljük a menny ajándékát. Hiába próbálkozunk matematikai szabályok alapján idővel, pénzzel és szeretettel mérni azt a felmérhetetlen szeretetet és azt a felfoghatatlan értékű ajándékot. Tized Krisztusnak. Ó, sovány alamizsna, szégyen teljes viszonzása annak, ami oly sokba került. Krisztus a Golgota keresztjéről fenntartás nélküli odaszentelődésre szólít. Szenteljük Istennek egész lényünket és mindent, amink van. Az Isten ígéreteibe vetett új és megingathatatlan hittel és a mennyei angyalok jelenlétének és oltalmának bizonyosságával folytatta útját Jákob a napkeletre lakók földére. 1 Mózes 29.1. De milyen más volt az ő érkezése, mint majdnem 100 évvel korábban Ábrahám követéjé. A szolga teveháton utazó kísérettel és gazdag arany és ezüst ajándékokkal jött, a fiú pedig magányos, feltört lábú vándorként. Semmije nem volt, kivéve a botját. Ábrahám szolgájához hasonlóan Jákob is megállt a kútnál, és ott találkozott Ráchellel, Lábán kisebbik lányával. Most Jákob volt az, aki szolgálatot tett, elgördítette a követ a kútról, és megitatta a nyájat. Miután megmondta, hogy rokon, szívesen fogadták Lábán otthonában. Bár hozomány és kísérők nélkül jött, néhány hét alatt kiderült, milyen szorgalmas, ügyes, és kérték, hogy maradjon ott. Megállapodtak abban, hogy Jákob 7 évig szolgál Ráchel kezéért. Az ősi szokások megkívánták, hogy a vőlegény a házasság megkötése előtt felesége atyának egy összeget tegyen le, vagy azzal egyenértékű birtokot adjon, ahogy a körülményei megengedik. Ezt biztosítéknak tekintették a házassági kapcsolathoz. Az apák nem látták lányuk boldogságát biztosítva egy olyan ember mellett, aki nem készült fel családja eltartására. Ha nem tudott elég jól gazdálkodni, jószágot és földet szerezni, félő volt, hogy a házasok rosszul fognak élni. Azt pedig, aki semmit sem tudott fizetni a feleségéért, próbára tették. A megkívánt hozomány értékének megfelelő ideig dolgozhatott annak a lánynak az atyánál, akit szeretett. Amennyiben a kérő becsületesen szolgált és más dolgokban is derékembernek bizonyult, feleségül kapta a lányt, és általában az apa a hozományt, amit kapott a házasságkötéskor, lányának adta. Ráchel és Lea esetében azonban Lábán önzően megtartotta a hozományt, amit nekik kellett volna adnia. Lányai hivatkoztak is erre, mielőtt elköltöztek Mezopotámiából. Ezt mondták. Minket eladott, és értékünket is teljesen megemésztette. 1 Mózes 31.15. Az ősi szokás, bár néha megsértették, mint Lábán is, jó eredményt hozott. Ha a kérőnek szolgálnia kellett menyasszonyáért, nem volt elhamarkodott a házasság. Próbára lehetett tenni a kérő szeretetét, és azt is, hogy képes-e családjáról gondoskodni.
Korunkban sok rossz származik az ezzel ellentétes szokásokból. Gyakran a házasulandóknak nem sok alkalmuk van esküvőjük előtt egymás szokásainak és természetének megismerésére. Ami pedig a mindennapi életet illeti, jóformán idegenek, amikor az oltár előtt sorsukat összekötik. Sokan túl későn ismerik fel, hogy nem illenek egymáshoz, és egybekelésükből élethosszig tartó boldogtalanság származik. Gyakran a feleség és a gyermekek szenvednek, a férj és apa hanyagsága, ügyetlensége vagy helytelen szokásai miatt. Ha az ősi szokások szerint a kérő jellemét a házasság előtt próbára tennék, sok boldogtalanságot lehetne elkerülni. Jákob 7 évig hűségesen szolgált Rákhelért, és szolgálatának évei csak néhány napnak tetszék neki, annyira szereti vala őt. 1 Mózes 29.20. De az önző és kabzsi lábán, aki meg akart tartani egy ilyen értékes segítséget, kegyetlenül becsapta Jákobot azzal, hogy Leát adta neki Rákhel helyett. Mivel Lea is részt vett a csalásban, Jákob nem tudta szeretni. Felháborodott szemrehányására Lábán azt ajánlotta, szolgáljon még 7 évig Rákhelért. De az apa nem engedte, hogy Jákob elhagyja Leát, mert ezzel megszégyenítette volna a családot. Nagyon kínos és nehéz helyzetbe hozta Jákobot, aki végül elhatározta, megtartja Leát és feleségül veszi Rákhelt is. Mindig Rákhelt szerette. Ez irigységet és féltékenységet szított, és a testvérfeleségek versengése megkeserítette Jákob életét. Jákob 20 évig élt Mezopotámiában Lábán munkásaként, aki nem törődve a rokoni kötelékekkel, igyekezett a lehető legtöbb hasznot húzni a kapcsolatból. 14 évi fárasztó munkát követelt két lányáért, a többi időben pedig 10-szer változtatta meg Jákob bérét. Jákob mégis szorgalmasan és becsületesen szolgált. Lábánnal folytatott utolsó beszélgetése szemlélteti fáradhatatlan éberségét, amellyel sokat követelő gazdája érdekeit szolgálta. Immár 20 esztendeje vagyok nálad, juhaid és kecskéid nem vetéltek el, és nyájat, kosait nem ettem meg. Amit a vad megszaggatott, nem vittem hozzád, én fizettem meg azt. Tőlem követelted a nappal lopottat, mint az éjjel lopottat is. Úgy voltam, hogy nappal a hőség emésztett, éjjel pedig a hideg, és az álom távol maradt szemeimtől. 1 Mózes 31.38-40. A pásztornak éjjel és nappal vigyáznia kellett nyájára, amelyet a rablók és a vadállatok veszélyeztettek. Sok volt belőlük, és merészek voltak. Gyakran nagy pusztítást végeztek a nyáj között, ha nem őrizték azt lelkiismeretesen. Jákobnak sok segítője volt Lábán hatalmas nyájának gondozásában, de ő felelt az egész nyájért. Az év egyes szakaszaiban személyesen is a nyájjal kellett lennie, hogy a száraz időszakban óvja a szomjhaláltól, a leghidegebb hónapokban a kemény éjszakai hidegtől. Jákob volt a főpásztor, a hozzá beosztott szolgák pedig a segédpásztorok. Ha egy juh hiányzott, a főpásztoré volt a veszteség. Szigorúan számon kérte a gondozással megbízott szolgáktól, ha a nyájat nem találta jó állapotban. A pásztor szorgalmával és gondoskodásával, a gondjaira bízott tehetetlen teremtmények iránti együttérző szeretetével az ihletett írók az evangélium néhány csodálatos igazságát illusztrálják. Krisztust népéhez való viszonyában a pásztorhoz hasonlítják. Krisztus a bűnbeesés után
Látta, hogy nyája a bűn sötét útjain a pusztulás felé rohan. Megmentéséért elhagyta atya házának dicsőségét. Ezt mondja: az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem. És megtartom az én juhaimat, hogy többé ne legyenek zsákmányul. S a föld vadai nem eszik meg őket. Ezékiel 34:16-22-28. Hangja hallatszik, amint nyája közé hívja őket, amely sátorlészen árnyékul nappal a hőség ellen, s oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Ézsaiás 4:5. Ő fáradhatatlanul gondoskodik nyájáról. Erősíti a gyengéket, enyhít a szenvedésen, karjára veszi és keblén hordozza a bárányokat. Juhai szeretik őt. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. János 10:5. Krisztus mondja: a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. János 10:11-14. Krisztus, a főpásztor, nyáját szolgáira, a segédpásztorokra bízta, és ugyanolyan figyelmet kíván tőlük, mint amilyet ő tanúsít. Végezzék szent felelősséggel feladatukat, amellyel megbízta őket. Ünnepélyesen megparancsolta nekik, hogy legyenek hűségesek, táplálják a nyájat, erősítsék a gyengét, élesszék az elaléltat, és védjék meg a nyájat a ragadozó farkasoktól. Krisztus feláldozta saját életét, hogy megmentse juhait, és ezt a szeretetet példaként állítja pásztorai elé. De a béres, akinek a juhok nem tulajdonai, nem törődik a nyájjal. Csak a nyereségért dolgozik, és csak magával törődik. A saját hasznát keresi, a gondjaira bízottak érdekei helyett, és a veszély idején elmenekül, elhagyja a nyájat. Péter apostol így búzdítja a segédpásztorokat: legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra, nem kényszerítésből, hanem örömest. Sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak. 1 Péter 5:2-3. Pál ezt mondja: viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Apostolok cselekedetei 20:28-29. Az apostol így dorgálja azokat, akik kellemetlen feladatnak tartják a hűséges pásztor sorsát nehezítő gondokat és terheket. Nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal. 1 Péter 5:2. E hűtlen szolgákat a főpásztor elbocsátja. Egyházát Krisztus vérén váltotta meg. Minden pásztornak tudnia kell, a gondjaira bízott juhok mérhetetlen nagy áldozatba kerültek. Tekintse mindegyiket felbecsülhetetlen értékűnek, fáradhatatlanul vigyázva rájuk. Krisztus lelkétől áthatott pásztor követi a mester önmegtagadó példáját.
A gondjaira bízottak jólétéért állandóan fáradozik, és a nyáj fejlődik gondozása mellett. Mindenkinek pontosan el kell számolni a szolgálatával. A mester minden pásztortól meg fogja kérdezni, hol van a nyáj, amely néked adatott, a te dicsőségednek júnyája. Jeremiás 13:20. Gazdagon megjutalmazza azt, akit hűségesnek talál. Mikor megjelenik a főpásztor, mondja az apostol, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. 1 Péter 5:4. Jákob belefáradt Lábán szolgálatába, s elhatározta, hogy visszatér Kánaánba. Így szólt apósához. Bocsáss el engemet, hadd menjek el az én helyembe, az én hazámba. Add meg nékem az én feleségeimet és magzatimat, akikért szolgáltalak téged. Hadd menjek el, mert te tudod az én szolgálatomat, amellyel szolgáltalak téged. 1 Mózes 30:25. Lábán marasztalta, mondván, úgy sejtem, te éretted áldott meg engem az Úr. 27. vers. Látta, veje keze alatt megnőtt a vagyona. Jákob így szólt. Ami kevesed vala én előttem, sokra szaporodott. 1 Mózes 30:30. De ahogy az idő múlt, Lábán irigykedni kezdett a gazdagabb Jákobra, aki felette igen meggazdagodék, és valanéki sok juha, szolgálója, szolgája, tevéje és szamara. 1 Mózes 30:43. Lábán fiai is féltékenyek voltak. Gyűlölködő szavaik Jákob fülébe jutottak. Valamije volt atyánknak, mind elvette Jákob, és atyánkéból szerezte minde gazdagságot. És látá Jákob a Lábán orcáját, hogy ímé nem olyan ő hozzá, mint annak előtte. 1 Mózes 31:1-2. Jákob már régen otthagyta volna ravasz rokonát, ha nem félt volna az Ézsauval való találkozástól. Most úgy érezte, hogy Lábán fiai miatt van veszélyben, akik az ő gazdagságát sajátjuknak tartva talán megkísérlik erőszakkal megszerezni azt. Nagyon tanácstalan és szomorú volt, nem tudva, merre induljon. De az irgalmas bételi ígéretre emlékezve Isten elé vitte ügyét és tőle kért eligazítást. Imájára álomban kapott választ. Térj meg atyáid földére, a te rokonságot közé, és veled lészek. 1 Mózes 31:3. Lábán távol léte alkalmat kínált a távozásra. Jákob gyorsan összeszedte a nyájat és a csordát, és előre küldte. Ő pedig feleségeivel, gyermekeivel és szolgáival átkelt az Eufráteszen, és útját sietve a Kánaán határán levő Gileát felé vette. Lábán 3 nap múlva tudta meg, hogy megszöktek, és üldözésükre indult. A 7. napon utolérte a csapatot. Tűzbe jött a haragtól, és visszatérésre akarta őket kényszeríteni. Biztos volt a sikerben, mivel a csapata sokkal erősebb volt. A szökevények valóban nagy veszélyben voltak. Nem tudta véghez vinni ellenséges szándékát, mert Isten közbelépett szolgája védelmére. Volna erőm hozzá, hogy rosszat tegyek veletek, mondta Lábán, de a ti atyátok Istene tegnap éjszaka megszólíta engem, ezt mondván. Vigyázz magadra, Jákobnak se jót, se rosszat ne szólj. 1 Mózes 31:29. Vagyis se ne kényszerítse, se hízelgő kecsegtetéssel ne bátorítsa a visszatérésre. Lábán visszatartotta a lányai hozományát, és Jákobbal mindig ravaszul és keményen bánt. De most a rájellemző alakoskodással szemére hányta, hogy titokban távozott, és így nem volt alkalma búcsú lakomát rendezni.
Még csak búcsút sem vehetett lányaitól és gyermekeiktől. Válaszul Jákob félreérthetetlenül lábán elé tárta önző és kabzsi dolgait, és mint saját hűségének és becsületességének tanújához fordult hozzá. Ha az én atyám istene, Ábrahám istene és az Izsák félelme velem nem volt volna, mondta Jákob, bizony most üresen bocsátanál el engem, de megtekintette Isten az én nyomorúságomat és kezeim munkáját, és megfeddett téged tegnap éjjel. 1 Mózes 31:42. Lábán nem tagadhatta a felhozott tényeket, és most azt javasolta, hogy kössenek békeszövetséget. Jákob elfogadta a javaslatot, és egy halomkőből emléket állítottak az egyesség jeleként. Ezt az oszlopot Lábán Micpának, őrtoronynak nevezte, mondván: az Úr legyen vigyázó közöttem és te közötted, amikor egymástól elválunk. 1 Mózes 31:49. És mondta Lábán Jákobnak: ímé e rakás kő, és ímé ez emlékoszlop, amelyet raktam én közöttem és te közötted. Bizonyság legyen e rakás kő, és bizonyság ez az emlékoszlop, hogy sem én nem megyek el e rakás kő mellette hozzád, sem te nem jössz át én hozzám e rakás kő és ez emlékoszlop mellett gonosz végre. Az Ábrahám istene és a Nákhor istene és az ő atyuk istene tegyenek ítéletet közöttünk, és megesküvék Jákob az ő atyának, Izsáknak félelmére. 1 Mózes 31:51-53. A két csoport vendégséget rendezett az egyezmény megerősítésére. Az éjszakát barátságos beszélgetésben töltötték. Hajnalban pedig Lábán és csapata eltávozott. Ezzel az elválással Ábrahám gyermekei és Mezopotámia lakói között minden kapcsolat megszűnt.